Fiatal házasként Rebecca és Joe mindig törekedtek a gyülekezetbe való járásra, azonban a tizedfizetés másodlagos kérdés volt. Úgy gondoltuk, hogy az ember ad, ha szeretne. Ha ad, akkor is annyit, amennyi apró épp a zsebében van. Úgy érezték, többet kellene adniuk, de mégsem tették. Az egyik hónapról a másikra éltünk, mindig elfogyott a pénz. Úgy éreztem, képtelen vagyok tizedet fizetni. Voltak bútorokra, illetve egyéb dolgokra felvett kölcsöneink. Összességében néhány százezer dolláros adósságunk volt. Nem tanultak meg Istenben bízni anyagi területen. Úgy gondolkodtunk a pénzről, hogy az a miénk, és ez volt a legnagyobb probléma. A pár sokat vitatkozott, mert nem tudták, hogyan juthatnának ki az adósság csapdából. Mindig néztem a havi fizetnivalókat, és mondtam, hogy erre és erre kell a pénz. Joe pedig azt válaszolta, hogy nincs rá keret. Ilyenkor mindig feszültség volt köztünk, vitatkoztunk. Elkezdtek egy másik gyülekezetbe járni. Az üzenet arról szólt, hogy hogyan éljünk teljesen Istenben bízva, nem csak a tizedfizetés terén, hanem az ima, a gyereknevelés tekintetében is, hogy hogyan váljunk Isten emberévé, az ő képviselőjévé. Ez nagyon megragadott. Ebben láttam a kiutat. Behívtuk Istent a pénzügyi életünkbe, mert elkezdtünk bízni benne. Amint elkezdtek tizedet fizetni, Isten elkezdett munkálkodni az anyagi életükben. Joe munkát kapott egy fuvarozó cégnél. 30 napon belül, ahogy elkezdtük adni a 10%-ot, cégünk tulajdonosa felhívott, hogy szeretnék, hogy én legyek az értékesítési igazgató a déli régióban. 6 hónappal később újra előléptettek, hogy a régió értékesítési elnök helyettese legyek. Több pénzünk jutott a számlák kiegyenlítésére, így tudtunk a tartozások kifizetésére összpontosítani. Az évek során álhatatosan adakoztak, mostanra szinte teljesen adósságmentesek. Őszintén úgy érzem, hogy áldottak vagyunk. A pénzügyeink rendben vannak, és biztosak vagyunk abban, hogy Isten továbbra is gondoskodik rólunk, és hogy továbbra is képesek leszünk másokat megáldani. Isten azt mondja, hogy próbáljuk meg őt a pénzügyeinkben, mert úgy gondolom, hogy meg akarja mutatni a hűségét számunkra.